Kedves nézőink, Önök a Szivárvány című kulturális szórakoztató magazinunkat látják. Az UNESCO 1975-ben nyilvánította október 1-ét hivatalosan is a Zene Világnapjának. Ezen a napon a világ minden pontján kitüntetett figyelmet kap a muzsika. Nincs ez másképpen Hajdúszoboszlón sem. Ebből az alkalomból az Icsi Géza Zeneiskola hangversenyt adott a Művelődési Központ nagy termében. Sokan gyűltek össze a Kovács Máté Művelődési Központ dísztermébe október 1-én. Az Icsi Géza Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Zene Világnapja alkalmából adott színvonalas hangversenyt. Az iskola tanárai és diákjai is számtalan hangszert megszólaltattak. Sóvágó Emese, Dankó Péter és Madarász Evelin például a francia zeneszerző De Lip Trio című darabját adták elő klarinéton és zongorán. Helné Kádár Edit az iskola igazgatója, gitárja és kollégája társaságában lépett a színpadra. Később elmondta, ez a hangverseny nagyon meghatározó esemény az intézmény életében. A zeneiskola számára az egyik legfontosabb ünnep a Zenei Világnap, hiszen ezzel az ünnepséggel adjuk át az embereknek azt a tudást, azt a zeneszeretetet, amit tanultunk, és amit szeretnénk feléjük közvetíteni. Az az igazság, hogy amikor elkezdődik szeptemberben az iskola, és október 1-én már zenei világnapi hangverseny van, nagyon kevés időnk van, de a gyerekek rendszeresen járnak próbára, főleg a zenekar. Itt azért voltak kollégák is, akik felléptek, de a zenekar az minden pénteken délután 3 óra hosszát próbál, úgyhogy nagyon lelkesek, és mindannyian ott szoktak lenni a zenekari próbákon. Bácsó Barna trombita játéka maradandó élményt nyújtott a közönségnek. A fiatal tehetség már hosszú ideje játszik ezen a hangszeren. Én trombitán játszok már 7 éve, ez a 7. éve, és azért választottam ezt, mert hát egyrészt ezen volt hely, ezen a szakon volt hely csak, és elsőnek is megtetszettem, hogy a trombita, meg láttam a tanár is kedves, és gondoltam, hogy ez lesz a legjobb. A zene az megnyugtat engem. Annyira jó, mikor fáradt vagyok otthon, ledülök egy kicsit, zenélek egy kicsit, és már is jobb kedvem van. Debreceni Nóra zongora tudását mutatta meg a nagy közönségnek. Számára is nagyon fontos a zene, ami nem csak kikapcsolódás, de a tanulásban is nagy segítséget jelent. Én 10 éve zongorán játszom. Igazából a szüleimmel elmentünk zeneiskolába 8 éves koromban, és ez a hangszer tetszett meg a legjobban. Nagyon jól át lehet adni érzelmeket vele, fájdalmat, örömöt, bármit. Amikor valamilyen dolgozat előtt például rettenetesen izgulok, leszoktam elé ülni, és csak zongorázok, és ez ad örömöt. Ezzel le tudom vezetni a feszültséget, igazából ezért zongorázok, ezért játszok ezen a hangszeren. Nem csak a zeneiskola növendékei, hanem a tanárok is előadtak egy-egy darabot. Kerekes Imre karmesterként működött közre. Az esemény létrejöttében és a diákok felkészítésében neki is nagy szerepe volt. Nagyon jól érezték magunkat, nagyon dopingolt a nagylelkű közönség tapsa. És hát a felkészülés az most különösen jól sikerült, mert egy Pácin nevű településen voltunk táborozni augusztus végén, amely nagy élmény volt a gyermekeknek, mert minden nap tudtunk próbálni, ragyogó időnk volt, és ezáltal nagyon sokat fejlődött a csapat, de eközben a közösség is kovácsolódott, együtt el tudtunk menni strandolni, és így sokkal könnyebben telik egy felkészülési időszak, mint az, amikor fáradtan iskolapadból átjönnek a zeneiskolába, és akkor még a mindennapi leckék mellett még itt is gyakorolni kell, és nagyon odafigyelni, koncentrálni. Úgyhogy ez most kivételesen jól sikerült, ez a felkészülési időszak.
Nagyon szeretek tanítani, mert nagy élmény az, hogy egy gyermeknek átadunk egy olyan dolgot, amit a szemünk láttára tanul meg egy hangszeren játszani. Először megszólaltatja a hangokat, aztán dallamokat eljátszik, utána komplett darabokat, és azokat el tudja játszani egy bizonyos hangszeres tudás után, amit ő szeretne. Ő választja ki esetleg a darabot, mert kap annyi szabadságot is, és ez nagyon jó élmény, amikor fáradtságos munka után egy-egy ilyen koncerten kiállunk, eljátszuk a kis darabjainkat, akkor is egy ilyen jó közönség előtt játszunk, akkor ez nagyon dobható, és ezt látni a gyerekeken, ez nagyon jó dolog. Az esemény a Zenei Világnap méltó megemlékezése volt. A nagyjából egy órás programban összesen 11 különböző előadás szerepelt. Az este zárásaként az Icsi Géza Zeneiskola fúvó zenekara szolgáltatta a bravúros finálét.